Illés Teréz ének és Lozsányi Tamás orgonaművész adott jótékonysági koncertet a bátaszéki Nagyboldogasszony templomban. A befolyt adományokat a vihar okozta károk megtérítésére fordítják. A koncert az egykor bátaszéki énekesnő ötlete volt. Illés Teréz énekművész fölhívott engem telefonon, hallott a viharkárunkról, amely május 25-én történt, hogy a templomot három villámcsapás érte. Ekkor megsérült a templomnak a hangosítása, teljesen tönkrement a harang és óra szerkezetünk. Ez egy 1 millió 500 000 forintba kerülő kárt okozott nekünk akkor a vihar. Teréz fölhívott bennünket, hogy esetleg közösen szervezhetnénk egy jótékonysági koncertet, aminek bevételét ők felajánlják a templomnak az óra és harang szerkezetére. Úgy érzem, hogy számukra ez egy nagyon, az ő részükről egy nagyon fontos gesztus, amivel példát mutatnak, hogy a templom úgy is fontos a számukra, hogy ők már nem itt élnek, csak úgymond hazajárnak a templomba, az életüknek a része. Azt gondolom, hogy a jószívű embereket sikerült megmozgatnunk, azokat, akik tényleg magukénak érzik a templomot, azok ma este is itt voltak, és más módon is megmutatták a segítségüket és a támogatásukat. Illés Teréz szívügyének tartotta a templomot ért károk helyreállításának ügyét. Én itt nőttem fel, itt jártam gimnáziumba, és aztán én elkerültem Bécsbe, egy Miskolci út után, és én Bécsben élek azóta, ott éneklek, ott tanítok, de hát én elég gyakran, hát relatív gyakran éleklek itthon, és amikor hallottam, hogy május végén óriási vihar volt errefelé, és nagyon nagy kár keletkezett a templomban is, akkor ajánlottam föl atyának, hogy adnánk egy koncertet, ezúttal tényleg a saját örömünkből, és hogy aki jelen van, az akkor, ami adományát odaszánja, akkor azt a templom javára ajánljuk föl. Mindig jó érzés arról beszélni, vagy mindig ilyen megható arról beszélni, hogy ez miért fontos. Nehéz ezt megmagyarázni, egyszerűen én itt vagyok itthon. Tehát élek ugye Bécsben, éltem Barcelonában, tényleg sokfelé jártam a világban, de bátaszéken nőttem fel, és itt van az anyukám még, és itt van a család többi része, és mi itt vagyunk itthon. Kürtösi Krisztián plébános elárulta, eddig is sok segítséget kaptak ahhoz, hogy szinte zavartalanul működjön tovább a plébánia. Az önkormányzat segítségével a művháztól kaptunk hangosítást. A harangok egy ideig elnémultak, most részben már működik a nagy harang, de igyekszünk, hogy minél előbb elkészüljön az óra szerkezet is, és a régi módon tudjon szólni a harang és az óra is. Reméljük, hogy az erősítők megérkeznek. Olaszországba, Velencébe küldték ki a gyárba az erősítőt, hogy megjavítsa. Onnan megérkezik, azonnal tudjuk már használni a templomi erősítést. A harang és az óra szerkezet 2-3 hét múlva már elkészül. Teréz bevallotta, kicsit izgult a koncert előtt. Hát én azt gondolom, hogy ismerős arcok előtt mindig más énekelni. Tehát azért, amikor tudom, hogy valaki hallott engem, ugye 30 éve kezdtem el énekelni, akkor énekeltem elő a Szekszárdi Zeneiskolában. Ez pont most 30 éve volt idén. És van olyan, aki szinte minden koncertemen ott volt. Hát azt mondom, hogy 22 éves koromban adtam az első koncertet, vagy hogy is volt, itt a templomban, és tudom, hogy van olyan, aki szinte mindig ott volt. És ugye itt a szemük előtt nőttem fel. És hogy az énekesnő miért tartja ezt a koncertet ilyen fontosnak? Én ezen az orgonán tanultam orgonálni 10 évesen, egyébként az egyik tanárom Tamás volt, annak idején itt vagyok itthon, azért.